Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy teljesen új játékkal, mégpedig a Pets Hotellel. Magát a játékot ugyanazok készítették, akik ugye a menhelyes játékot is. Hogyha esetleg nem láttátok az arról készült videóimat, akkor fönt az i-betűre kattintva be tudjátok pótolni. Egy hihetetlenül cuki játék volt az is. Most pedig nem menhelyet, hanem egy állati hotelt kell majd menedzselnünk. Úgyhogy én bele is kezdenék egy új játékba. Viszont kezdjük a tutoriállal, mert nyilván nem baj, hogyha tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Úgyhogy kezdjük a szobaépítéssel, illetve majd lesz olyan is ugye, hogy állatokat tudunk befogadni, illetve majd kell róluk gondoskodni, lesz itt manikűr, pedikűr, masszázs, mindenféle, és természetesen amikor végeztünk, akkor szépen vissza is tudjuk adni a gazdinak, aki szintén kipihente magát. Úgyhogy akkor kezdjük a szobaépítéssel. Egyébként önmagában ugye a kutya panzió vagy kisállat panzió valószínűleg sokatok számára már egy ismerős fogalom, ugye ez létezik Magyarországon is, hogyha elmentek valahova nyaralni, akkor van lehetőség arra, hogy természetesen pénzért cserébe vigyáznak a kisállataitokra, így senkinek se lesz belőle probléma. Az ilyen hotelekben egyébként foglalkoznak a kisállatokkal, tehát tényleg elviszik őket sétálni, játszanak velük, etetik őket rendszeresen, olyan táppal, amilyennel csak szeretnétek, úgyhogy gondolom itt is lesznek majd ilyen speciális extra kérések. Na de, nézzük akkor a hotelünket. Egyébként egész jól néz ki, itt még én is megszállnék. Wow, ott mennek az autók, megy itt mindenféle, ahogy látom, ilyen full amerikáná stílus van itt. Úgyhogy akkor menjünk be. És már csörög is a telefon, hát egy perc nyugtom sincsen. Na nézzük meg, hogy ki keres minket, miért hívnak minket. Pick up. Ez pedig a nagybácsikán, körül annak, hogy itt vagyunk és segítünk neki. Mik az első benyomásaink a hotelről? Egész jól néz ki, szerintem. Örülök, hogy tetszik neked. Ahogy láthatod, azért még van egy-két munkálat hátra, úgyhogy szükségünk van néhány extra kézre. Kezdjük is az alapokkal. Készíts egy szobát, aztán fess ki nekünk, hogy tudjuk fogadni az első vendégünket. Oké, a tabbal tudom megnyitni a tabletet, és elmetek ott tudok majd építkezni is a bal egérgombbal. A jobb egérgombbal pedig vissza tudom vonni a tárgyaknak a lerakását. Illetve a bal kontrollal ki is tudom törölni, hogyha arra nincsen szükségem. Jó. És van third person mód, amit a T betű megnyomásával tudok elérni, de gondolom akkor az már csak az építkezés alatt lesz. Na itt is vagyok, megnyitjuk akkor a tabletet, és már itt mutogatja is, hogy erre a kis karakterre kell kattintanunk. Nézzük, hogy mit lehet itt csinálni. Igen, volt ott egy zöld ikon, ott azt írta, hogy az itt dolgozó emberek tudják majd használni. Jó, hát szerintem egy kutya szobát építsünk így első körbe, tudjátok, hogy én nagy kutyás vagyok, és most a feladatunk az, hogy plafont rakjunk. Gondolom, akkor szintén a tabletet kell megnyitni, és itt ki is tudom választani magamnak, floor ceiling. Hát ez majdnem ugyanaz. Falakat kell építenünk. Jó, nézzük akkor a falakat. Itt is van. És akkor ott láthatok, hogy egyébként ez pénzbe is került. Tehát majd azért nyilván, hogyha saját hotelt akarunk építeni a későbbiekben, amikor megjelenik a teljes játék, akkor ezekre már majd oda kell figyelni. Ha esetleg szeretnétek majd a teljes játékból egy kis minisorozatot, akkor azt írjátok meg nekem kommentben. Na, oké, és akkor ezzel meg is vagyunk. Kell most nekünk egy ajtó, ami 230 ilyen mancsba kerül. Jó drága. Oké, és... Szintén a tablettel tudjuk ugye kifesteni ezt a szobát. Na nézzük akkor, milyen lehetőségek vannak. Wow! Hát ez tök menő, ez tényleg ilyen színszeres hangulatom, hogy még azt is ki tudom választani, hogy hogy nézzen ki. Van ilyen malacos, hát ez annyira nekem nem tetszik. Legyen ilyen. És még itt többféle szín is van. Sőt, RGB-be ki tudom választani, hogy milyen színű legyen. De király! Na ez tetszik, sőt el is tudom menteni a color template-et, hogyha nekem ez nagyon megtetszett, akkor azt bármikor fel tudom használni. Szerintem itt ezt választanám. És ha minden igaz, akkor most már így ki is tudom festeni szépen a falakat. Jó. Ó, ezt ide alulra is tudom használni, viszont én ide alulra valami más szeretnék. Úgyhogy gyorsan szerintem választunk itt egy másik anyagot. Legyen mondjuk ez. Ugye ilyenkor kiválasztom, hogy ebből akarok építkezni. És akkor ezzel így meg is vagyunk. Még itt fönt is befestjük természetesen. És szerintem így egészen jól néz ki. Innen is ki kell majd festenünk. Úgyhogy ide is érdemes lenne választanunk valamilyen anyagot. Hát most egy kérdés, hogy vajon ezt a falat folytassuk, vagy azt a növényeset. Igazából lehetne ide ez a zöld, oda pedig az a szürke.
Csak vajon meg fogom-e találni, hogy azok hol vannak pontosan? Á, szerintem ez lesz az, és ebből ez a szín. Jó. Úgyhogy a falat itt ilyenre fogom kifesteni. Ott pedig ezt a szürke fahatásút kellene megkeresnünk, ami jóval nehezebb lesz, én úgy érzem. De én nem szeretném feladni, úgyhogy megpróbálom azért megkeresni ugyanazt, amit itt használtak föl. Ó, hogy így ki is lehet választani. Oké. Volt ez a pipetta eszköz, ezzel le tudtam másolni azt, amit itt felhasznált. Na, hívnak is telefonon. Ki az? Hadd halljam. Vegyük föl. Egyébként maga ez a kezelőfelület eléggé olyan, mintha mobilra lenne optimalizálva a játék, szóval lehetséges, hogy mobilra is meg fog majd jelenni, hogyha ugye kész lesz teljesen. Nem volt annyira nehéz, ugye? Hát annyira nem. Oké, erre a napra ennyi is lett volna, egy kicsit pihenj, mert holnap jön az első vendéged. Na nézzük akkor a következő tutoriált. Kíváncsi vagyok, hogy abban a kis szobában mit fogunk kezdeni egy kis állattal, mert hogy szegénynek túl sok lehetősége nem lesz ott, egy ágyat nem vettünk neki, tényleg semmit. De remélhetőleg azért majd ezt is meg fogja mutatni a tutoriál, hogy éppen miből mit kell vásárolnunk, mert aztán megveszek valami olyat, amire nincs is szükség, vagy kimegy a fejemből valami olyan, ami elengedhetetlen, akkor az ciki. Na megint hívnak telefonom. Ó, hello, megint itt a nagybácsikád. Tudom, hogy nagyon-nagyon várod már, hogy megérkezzen az első vendéget, viszont még mielőtt ez megtörténne, regisztráld őt a komputerbe. Jó, elméletben hívni fog minket a gazdi, és el fogja mondani, hogy mire is kell majd odafigyelnünk. Na, vegyük föl. Ez már gondolom ő lesz. És szeretne egy helyet foglalni a kisállatkájának, aki holnap jön. Giginek hívják, 3 napig marad. És egy kis szobára van szüksége. Gondolom kutya. Okés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Holnap hozom is a kis állatot. Akkor viszont őt most regisztrálnunk kell. Miután elfogadtuk a klienst, be kell őt regisztrálni a számítógépen. Okés. És gondolom, hogyha beregisztráltuk, akkor holnap már őt tudjuk is fogadni. Regisztráljuk is. Giginek hívták a kutyust. Ó, van cica, nyuszi, teknős és halacska is lesz, királyság. Kis szoba, és elméletben ennyi, 3 nap. Oké, azt még azért be kell szerintem állítanunk. Sikerült is akkor lefoglalni Gigi számára a szobát. Megint hívnak minket. Most vajon mit szeretnének? Ú, nagyon gyorsan tanulsz. Holnap már meg is fog érkezni az első vendéged. Ne felejtsd el elfogadni őt a számítógépen, hogy a legjobb gondját tud viselni a 4 lábú kis barátnak. Sok sikert! Csak most meg is kell várnunk? Ó, el is telt egy nap, oké. Jó gyorsan telnek ezek a napok! Jó gyorsan telnek ezek a napok, és akkor elméletileg most már jön is az emberkénk. Viszont egy kicsit félek, mert ez a szoba, ez továbbra is, hogy fogalmazzak? Átalakult! Nagyon átalakult! Nem kell egyébként neki valamit venni? Mondjuk nem tudok neki semmit se venni, lehet, hogy majd most kell. Úgyhogy akkor én ki is lépnék itt a tabletbe. Meg kell várnunk a kedves vendéget. Ott jön, és mindjárt láthatjuk Gigit is. De cuki! Egyen meg! Nagyon-nagyon tetszik. Ó, és akkor látjuk a szükségleteit, tényleg, mint a Sims-ben. Meg is érkezett az emberkem, ugye a gazdi. Itt a számítógépen elmehetek, el is tudjuk fogadni Gigit. Ugye rámegyünk a Take Animal-re, és ugye ott láthatjuk az állat elégedettségi szintjét. Mennyire tetszik nekik a hotel. Foglalkozni kell velük, mert különben úgy érzik, hogy el vannak hanyagolva, és nyilván akkor nem lesz boldog a gazdi sem. Úgyhogy most elmetek át kell, hogy vegyük a kutyust. Pick up the pet. És ennyi is volt itt is, hogy... Hát jó, gyere, akkor jössz a szobába. Jössz a szobába, Gigi. Jaj, de édes, egyen meg! Levettük a pórázról, és most megint hívnak minket. Most oda be is zártam Gigit. Hú, már ugat is, nem tetszik neki. Lehet, hogy azért nem tetszik neki, mert nincs mit csinálnia. Úgy hallottam, meg is érkezett az első vendéged a hotelbe. Egészen jól csinálod, viszont most jön az igazi kihívás. Mert hogy vigyáznod kell a kis kedvencre. Úgyhogy gyűjtsd össze az erődet holnapig. Hát jó! Úgy látszik, ez nagyon-nagyon lefárasztja az embert.
Sajnálom egyébként, hogy a tutoriál nem tartotta meg azt a szobaberendezést, amit csináltam. De nyilván, hogyha az ember már majd a teljes játékkal játszik, akkor ugyanúgy fog kinézni a fal, mint amilyennek mi megépítettük. Ó! Az eddig nem volt ott, ugye? Nagyon gyorsan épül ez a hotel. Na. Ismételten a nagybásikánk hívott, és megmutatja, hogy hogyan kell foglalkozni az állatokkal. Pontról pontra. Oké, első dolog, amire szükségünk lesz, az az étel. Mert úgy néz ki, hogy a kiskutya éhes, úgyhogy meg kell őt etetnünk. És arra is oda kell figyelni, hogy mit szeretne majd enni, mert minden egyes különböző állatkának más-más étel fog ízleni. Illetve egy kicsit koszos is lett, úgyhogy el kell majd őt vinnünk a fürdőszobába, és le kell őt fürdetni. Aztán utána jöhet a manikőr, pedikőr, természetesen a kis karmait le kell majd vágnunk a kutyusnak, mert hát ezért van itt. Jó, hát kutya kozmetikus lettem, na hát ez van. Mert nem szeretnénk, hogy szomorú legyen, hát az biztos, hogy nem szeretnénk. Na gyere! Gyere, Gigi! Ó, van már neked itt minden. Ezt csak feltakarítani tudom, vagy megtisztítani. Milyen szépen megtisztítottam. Az nem semmi. Ilyen szép kutyatálat még sose láttam. Na, akkor... Hát igen, valóban éhes. Lehet érdemes lenne neki valami kaját szerezni. Nem szereti a csirkés ételeket, viszont imádja a marhásat. Szeret rosszalkodni. Elég emberközpontú kutyus, úgyhogy szereti, hogyha itt vagyunk a közelébe. Úgyhogy akkor simogassuk meg a kutyust. Pet. Így már egy kicsit talán boldogabb lesz. Nagyon cuki. Finom marhás kutyatálap a kis Giginek. Tessék. Állati jó dolga van, nem? Ennyit foglalkozom, még egy füzét is kapott, egy képet. A vezér Sibáról, vagy nem tudom. Full luxi van itt Giginek. Mindjárt mehetünk őt szerintem megfürdetni, igen. Azt a minden itt de koszos lett, mitől lett ilyen koszos? Hát mint egy kis disznó. Hát hogy lehet ilyen koszos? Mintha bement volna egy olajos autó alá. Jó, kell vásárolnunk sampont. Egyszerű kutya sampont. És akkor elméletileg most ugye pórázra kell raknunk. És akkor most meg tudjuk őt fürdetni. Gyere, Gigi! Azt szeretnéd, ha nem? Neked most itt a fürdetés lesz. Bedobjuk a kádba. Nem, magától besétál. És akkor kezdjük a vízzel. Az nem semmi. Egyébként hasonló ez a fürdetés, mint ami az állatmenhelyesben volt. Ezzel meg is vagyunk, jöhet a sampon. Plutty, plutty, plutty. Ja. Bocsánat, nagyon szeretem az állatokat. Tudom, néha nagyon gyerekesen tudok viselkedni. Felnőtt ember létemre, de hát így szép az élet. Misi-mosi, mosó-mosa, mosodája. Leöblítjük, és... Szerintem innentől kezdve már csak meg kell őt szárítanunk. Meg is vagyunk. Na, szép tiszta lett, viszont most megint ugye pórázra kell őt rakni. És le kell vágnunk a körmét. Az figyel, tényleg milyen manikűr, pedikűr lesz itt. Hogy oda megy? Nem szeretnék a húsba bevágni. Mert az nagyon-nagyon fájhat nekik. Azt a mindenit. Ez rendesen stresszel, hogy jól vágjam le a körmét. Nem akarok neki fájdalmat okozni. És akkor most ki kell vele menni, és játszani kell egy kicsit, gyere Gigi. Játszunk. Szupi jó lesz. Nem tudom, olyan a cicákkal mit lehet majd csinálni. Lehet, hogy majd megnézzük azt is. Mert valószínűleg ugyanúgy a tutoriálnál van egy cicás, meg egy kutyás verzió, mint amilyen volt ugye ott a menhelyes játéknál is. Most csak így sétálni kell vele, vagy mit kell vele csinálni? Hova kell nekem menni? Gigi, nagyon vigyázz, mert itt össze-vissza járkálnak az autók.
Mi most már engedjem is elé, hogy kakilni fogjon. Nagyon-nagyon félek attól, hogy kiszalad a kocsik elé. Gigi kakia. Elfordulok. Végeztél? Végzett. Jó. Ennyi? Hát azért csak fel kéne szednünk azt a barna mackót, nem? Hát milyen példa ez? Nem hagyjuk ott a kutya kakit csak úgy. Még a saját telkünkön se. Hát ilyet? Na jó, majd azért csak felszedjük. Remélem fel tudom szedni. Akkor vissza kellett hozni ide a szobájába. Gyere, Gigi. Jó? És akkor most megint hívnak minket telefonon. Kíváncsi vagyok, hogy most éppen mit szeretnének. Lehet a gazdi az. Na, nagyon-nagyon szép munka. Úgy látszik, hogy a vendég boldog. Csak így tovább. Na nézzük akkor a következő tutoriált. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet még csinálni. Lehetséges, hogy ez már majd azt fogja megmutatni, hogy hogyan tudjuk visszaadni ugye a gazdinak a kutyust. De lehet, hogy még valami egészen újat fogunk látni. Nem, most már majd vissza kell adnunk Gigit. Ennyi napot tudtunk csak vele tölteni. Kicsit azért szomorú vagyok, ne. Kezdem megkedvelni ezt a kis bolha kupacot. A nagybácsikád, itt az idő, hogy visszaadd a kiskutyát a gazdájának. Amikor jön, akkor újból meg kell nézni a számítógépen a kutyust, és ott tudjuk neki odaadni. Hát jó. Nem fog engem hülyének nézni, hogy ott van mellettem a kutya, én pedig a számítógépet nyomogatom. És segít már mutatja is, hogy Giginek csak egy napja van, mármint nem úgy, te értitek, egy napja van hátra. Hand over to the owner. És meg is kaptuk elméletileg a fizetséget, úgyhogy kiírtuk a rendszerből, órázra rakjuk, és visszaadjuk a gazdájának. Újból hívnak minket? Azt mondja, jó van, lájkoltam, köszönöm, lájkoljátok ti is! Na mit mond? Mit mond a telefonos? És meg is voltunk az első vendégünkkel, úgyhogy most már csak annyi dolgunk van, hogy várjunk a következő vendégekre. Ennyi volt a tutoriál. Nem tudom, hogy ezen kívül mit tudunk majd még csinálni. Mert hogy elméletileg szerintem mindent megcsináltunk, amit itt lehetett. Ah, nem! Tudunk majd még felfogadni itt dolgozókat. Gondolom, ők majd még foglalkoznak a kis állatokkal. Ez tök jó. Bár mondjuk én azért szívesen csinálgatom ezeket, de azért jó, hogy van egy segítőkéz. Na, ismételten a nagybácsikánk hív, és azt mondja, hogy túl sok a munka, úgyhogy szükségem lenne egy kis plusz segítségre. Bárcsak ennyi munkája lenne az embernek összesen az életbe, hogy egy nap megfürdet egy kutyát, és aztán boldogan távozik mindenki. Úgyhogy megmutatja, hogy hogyan tudok felvenni alkalmazottakat. Első körbe fel kell adnunk egy álláshirdetést. Lehetséges, hogy nem is ez a számítógép kell nekünk? Nem, oda kell bemennünk. Oké, itt a menedzser szoba. Ó, micsoda iroda van itt. Totál statisztika, pénzügyi dolgok, employee manager, hirdetés. Na, hát akkor fel kell adnunk egy hirdetést. Hány napig lesz elérhető? Hát 3 napig, szerintem ez tökéletes. És egy recepciós keresünk, ha minden igaz. Már hívnak is minket ilyen gyorsan? Itt miért nincs bent telefon? Igazán lehetne ott is bent egy telefon. Jó, holnap elméletileg jön is egy emberke, akit szeretne dolgozni, viszont mindenféleképpen olvassuk el a jelentkezését. Mert hogy el kell, hogy döntsük, hogy jó lesz erre a pozícióra, vagy sem. Na nézzük! Mondjuk azóta szerintem több nap telt el, mint 3, de nem baj. Ilyenekben nem kötök bele. Jaj, magamra csukom az ajtót. És akkor most meg kell várnunk, amíg érkezik az állásinterjúra. Mert ugyanaz az ember jön? Milyen vicces lenne, ha Gigi gazdája itt lenne. Így az öreg ember. Jöjjön csak be, természetesen, jó napot. Hogy hívják magát? Várjál, várjál, kitalálom, kitalálom. Kinézetre szerintem ő József. Na nézzük. Hát, ha itt van a neve, és Walter. Majdnem. Recepciós szeretne lenni. 200-at kér egy napért. Az jó sok. Ennyi? És többet nem tudok róla? Mármint, hogy így bármit, egyebet.
Csak így ide leültem. Hát akkor felfogadjuk. De valahogy leültem, de nem akartam ide leülni. Jó messze van az a szék ettől az asztaltól amúgy is. Oké, itt tudom kiválasztani, hogy ő hol legyen. És akkor elméletileg ő fogja innentől kezdve intézni a bookingolásokat. Ja, az állatoknak a beregisztrálását. És holnap már nincs dolgozni. Ennyi lett volna a mai napra. És holnap megtanuljuk, hogy hogyan tudjuk őket irányítani. Na nem úgy, de értitek. Nyilván azért meg kell nekik mondani, hogy mit, hogyan csináljanak. Főleg az első nap azért nem árt, hogyha betanítják őket. Reméljük jön dolgozni Józsi. Walter Józsi. Na jön már. Ezzel a sebességgel, haver. Még jó, hogy nem te fürdeted a kutyákat. Mondjuk szerintem Szellem Józsinak is hívhatnánk, mert úgy átjön az ajtón, mint egy szellem. És akkor itt tudom kiválasztani, hogy mettől meddig dolgozzon? Ha? Change working hours. És akkor ki tudom neki választani azt, hogy mondjuk 14-től 22-ig dolgozzon, jó? Dolgozzon, akkor déltől este 8-ig. És akkor most el tudom őt küldeni pihenni. Gondolom ahhoz viszont... beszélni kell vele. Muszáj lesz oda menni, beszélni. A Szellem Józsival. Hát kicsit hamarabb jöttél be, mint ahogy kellett volna. És akkor tréningre is el lehet küldeni. Oké. Employee Manager. És el tudjuk őt küldeni tréningre. Biztos, hogy el szeretnéd őt küldeni? Mert hogy ez 3500-ba kerül. És a bére is megnövekedik. Holnap pedig nem fog jönni dolgozni. Hát akkor menjen. Muszáj vagyok elküldeni, mert ez a feladatom. De így most csak drágább lett. És egyébként nem is értem, hogy mire kell nekem alkalmazott. Tehát konkrétan egyelőre egy kutyától kellett. Jó, nyilván a későbbiekben ez hasznos lesz, de itt azért még annyira nem érzem ezt fontosnak. Gratulálok, ennyi is lett volna. És annyira jól megy minden, hogy innentől kezdve a kezeidbe, vagy a moncsaidba adom a dolgokat. Na, meg is vagyunk akkor a tutoriállal, ha minden igaz. Igen, mert hogy itt most visszadobott minket a menübe. És ha akarunk kezdeni egy új játékot, hát sajnos, hogy a kampány még nem elérhető meg a sandbox mód, de elméletileg vannak még itt különböző házikók, illetve hotelek, amikkel tudunk játszani. Úgyhogy most, hogy már tudjuk, hogyan kell játszani ezzel a játékkal, igazából csak rajtatok áll, hogy szeretnétek-e még ebből a játékból a videókat. Írjátok meg nekem kommentbe, hogyha esetleg szeretnétek ebből a folytatást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Andi voltam, sziasztok!